Sziasztok, Jelenek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy újabb gyerekkori kedvenc mesémet fogjuk teljesen tönkretenni, ugyanis elhoztam nektek az utolsó hétfő nevezetű horror játékot. Hogyha örültek ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legesleg nagyobb visszajelzés. Én annyira szerettem a Garfieldot, miért kell elrontani? Itt is vagyunk már egyébként a játékunk menüjében. Meg is nyomom az Entert, mondom, meg is nyomom az Entert, és akkor kezdjünk is bele. Fú, de kis old school hatása van ennek az egésznek. Hogyha egyébként valaki még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, akkor ő mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Már bizony ott is volt nekünk az irányításunk, tudunk ám a játékunkban sprintelni is. Na, és ott is van Garfield, hát akkor ezek szerint nem Garfielddal leszünk, hanem Johnnal. Miért így beszél? Elhagytam a kulcsomat. Nem láttad? És most az a feladatunk, hogy bizony meg kell keresnünk Garfieldnak a lakás kulcsát. Aha. Miért ilyen para? Ez a kutyaház. Jó. Megvan a garázsnyitónk. De akkor vajon ez kell nekünk? Hát ennek segítségével be tudunk menni a garázsba. De Garfield nem engedi nekünk, hogy bemenjünk a garázsba, ugyanis a lakáskulcsot kéne megtalálni. Hát de itt van, haver. De fú, hát itt volt előtted, kedves Garfield. Fel fog idegesíteni. És be van nekünk zárva. Hát de most találtam meg a kulcsot. Na várjatok, itt van nekünk egy lemez is. Annyira, de annyira elborult lesz ez a játék, már most mondom nektek. Garfield, ahó, errefel akkor nem mehetek be. Ráadásul errefele sem mehetek be. Hát de akkor hogyan kéne bejutnunk a házba? Aha, hogyha ide közel jövök az ablakhoz, akkor sem történik semmi. Hogy lehetséges, hogy a pincén keresztül. Akkor gondolom, hogy az a kulcs a pincét nyitja, nem pedig a bejárati ajtót. Ó, ne! Hogyha már ott vagyunk lent, akkor tegyünk meg valamit Garfieldért. Tuti mindjárt az lesz, hogy csinálj neki egy jó kis lazányát, vagy valami. De Garfield, miért ennyire, de ennyire para? Aha, itt van nekünk ez a festékszóró, és akkor az a feladatunk, hogy bizony ezeket a szimbólumokat fessük le, meg akkor hozzuk el ezt a walkie-talkie-t. Nem tetszik ez nekem! Miért van itt is ilyen sötét? De tényleg, Garfielddal nagyon is történt valami, és most tudjátok, megismerjük Garfieldnak a sötét oldalát, és itt pedig van nekünk egy ketrecünk, amely szintén be van zárva, de jól látom, csak valami amatőr kis rajz lehet benne. Hát figyelj ide, Garfield, hogyha te rossz leszel, akkor én bizony ebbe a ketrecbe foglak bezárni, már hogyha egyáltalán nem-e vagy hozzá túlságosan kövér, és elférsz-e benne. Na de szerintem minél hamarabb lépjünk is innen le, de itt is van ám nekünk egy ilyen fura szimbólum, szóval én először lefestettem ezt is. Annyira jó hangja van ennek a walkie-talkie-nak, nem? Most pedig ki kéne nyitnunk a széfet. Hát de milyen széfet? Hol volt itt széf? Hát ez egy szekrény, szóval akkor nem hinném, hogy ezt nevezik széfnek. Vagy lehetséges, hogy most a ketrecet engedi nekünk kinyitni? Hát sajnálatos módon nem. Na de hogyha nem ezeket kell kinyitni, akkor mégis mit kell? Arrafele a polcokhoz be tudok jönni, jó? Itt van nekünk egy ilyen szellőzőnk, amely kicsit se ad ki para hangokat. Itt vannak a kis polcrendszereink, oké. Jó, találtunk egy kulcsot, és akkor most nagy eséllyel gondolom, hogy ennek a kulcsnak a segítségével fogjuk kinyitni, és ez a széf nekünk! Hát haver, ez egy ketrec! Mi?
az van nekünk ideírva, hogy maradjunk bent. De most vajon a ketrecre érti, vagy pedig a házra? Hát gondolom, hogy a házra, mivel az van nekünk ide rajzolva. Ráadásul, ahogy nézem, nekünk több ilyen rajzunk is van. Itt pedig az van nekünk írva, hogy a széf belül van. Na várjatok, akkor a ketrecünk belsejében van nekünk egy széf, és azt kéne kinyitnunk. Hát de annyira sötét van, hogy semmit sem látok. Nem hinném, hogy itt van bármi is. Aha, ezek a rajzok pedig már eléggé kis barátságosnak tűnnek, de ez csupán illúzió, ugyanis nem lesz itt semmi barátságosság, biztos vagyok benne. Hát de haver, hol van nekünk a széfünk? Még mindig az a küldetésünk, hogy nyissuk ki a széfet. Hát itt vagyok már teljesen bent a ketrecben. Léci, kedves játék! Még csak most kezdtünk bele, nem szeretnék már egyből itt leragadni. Hát bízzunk abban, hogy bizony, hamarosan rá fogunk jönni, hogy mégis itt mit kéne csinálnunk. Hát de ennyi nekünk ez a ketrecünk. Mégis hol lenne itt szép? Jaj, kezdődnek a problémák. Aha, most pedig már ki tudjuk nyitni ezt a szekrényt is. De ez nekünk mégis miért volt jó? El kell majd ide bújnunk? Hát bejöttem, de nem tudtam semmit sem kezdeni ott. Szóval nézzük még egyszer körbe. Hát hogyha majd most rá fogunk jönni valamire. Hát egyelőre nem. Aha, itt van nekünk a szép, hoppá hoppá. De sajnálatos módon kéne hozzá egy ötjegyű számkombináció. Ne csináljátok már! De ennek a szekrénynek tudja, hogy volt valami értelme, hogy kinyitottuk. Vagy nem? Na várjatok! Lehetséges, hogy valamit nem vettünk észre, és nekünk bizony itt ezekben a jegyzetekben számok vannak elrejtve. Na várjatok csak! 1, 2, 3, 4, 5 darab számunk van ott, csak minthogyha tükrözve lennének, nem? 67, 810, vagy pedig az egész tükrözve van? És akkor 0, 18, 76, na várjatok, 0, 18, 76, próbálkozzunk meg ezzel, hogyha nem járunk sikerrel, akkor bizony, ide jövünk vissza még egyszer, és megnézzük ezt is. 0, 18, 76 az volt, ugye? 0, 18, 76. Hoppá, hoppá! Hát rá kell bízni itt az elekre. Most pedig sietnünk kell, ugyanis... Hát rendes libabőrös vagyok. Be kellett gyűjteni ezt a kis emléktárgyat, utána pedig el kellett bújnunk. Na de mégis ki elől bújunk el? És tudjátok, mindjárt megjelenne Garfieldnak a gonosz ikertesója. Ő mégis kicsoda? Na, jó, most, hogy lejött ez a tag! Ő John, aha, nagyon, de nagyon úgy festett nekem, hogy ő bizony John. De miért vadászik rám? Meg mi lehet ez a tárgy? Nem jó! De fú, kezdődnek itt a rage részek. Merre fele kell kijönnem ugyanis? Tényleg nincsen ott sok időnk. Na várjatok, kijövök innen, majd egyből elmegyek balra, és arra fel lesz a lépcső. És hogyha sikeresen kijátszunk John-t, akkor fel is fogunk tudni menni a házba. De utána be kéne zárnunk a pinceajtót, majd az udvari pince kijáratot is, és akkor csapdába ejtettük John-t. Jó, engedj szépen kimenni, szuper. Oké, itt vagyok a lépcsőnél, nagyon jó. El is menekültem, nagyszerű, megy itt nekünk a tévénk. Aha, de mik ezek a szimbólumok itt is? Hát az egész ház tele van ilyen szimbólumokkal. Fú, de sötét van erre. Aha, libabőrös vagyok. Mégis ki adta ki ezt a hangot? Most az a feladatunk, hogy az összes ilyen szimbólumot le kell festenünk. Fú, hát itt a naptárral is voltak ám problémák. De én egyenlőre nem látok sehol máshol ilyen szimbólumokat. De kajakra mi történt velük? Hát tele van a ház szeméttel.
elszigetelődtek a külvilágtól. De mégis miért? Ez pedig a bejárati ajtó lehet, amelynek oda van támasztva a kanapé? Aha, most akkor John, sikeresen bezártuk a pincébe. Hát de nem látok én több ilyen szimbólumot. Ennyire vaksi lennék? Vagy így el vannak dugva? Szóval az van, hogy körbe mentem már kb. A házban, vagy háromszor, négyszer, és nem találtam egyáltalán több szimbólumot. Szóval én arra a következtetésre jutottam, hogy van nekünk egy full sötét szobánk, méghozzá ez, és valahogy talán, valamink segítségével, itt kéne nekünk fényt varázsolni. Na de hogy mégis mivel? Az egy rettentően jó kérdés, szóval most így random próbálkozni fogunk. Hát, hogyha valahol van nekünk egy elemlámpánk, és akkor bizony azt tudjuk használni, és hát, hogyha azon a falon lesz nekünk még valami szimbólum. Más ötletem egyszerűen nincsen. Aha! Ide bizony a karakterünk le tud guggolni, és van itt nekünk egy villanykörténk. Hát aki keres, azt talál. De nem igaz, hogy ennyire el volt dugva? Na és most vajon hogyan tudom felhelyezni ezt a villanykörténket? Ha-ho! Kedves játék, itt vagyok a full sötétben. Na az előbb kiírt nekünk valamit. Szóval jó lenne visszajönni ugyanarra pontra, aha. Itt mintha lenne valami jó. És akkor bizony alkalmaztuk is a kis villanykörténket, de konkrétan még a tükör is be van nekünk törve. Na, itt pedig már egy off-white szimbólum van, vagy mizu. Le is fújtam ezt is. Mi? Most pedig a sütőbe kell dobnom ezt a kis emléktárgyat, és ez miért jó nekem? Mi? Ez egy másik univerzumban volt, az előbb voltunk? Hát most már full békés és barátságos minden. Szevasz Garfield! Itt is van a kis lazanyánk, amelyet be is helyezek a sütőbe. Ugyanis hatalmas nagy kajázgatások lesznek ám itt. 2 óráig sül a lazanyá! Nekünk pedig addig az a feladatunk, hogy rakjunk rendet. Hát köszi Garfield, hogy ameddig én rendet rakok, te csupán lustálkodsz, és nem segítesz be. Na de egyszerre úgy néz ki, mintha csak egyetlen egy játékot tudnék felemelni. Szóval akkor ebből kiderül, hogy egyesével kell ám elpakolnom az összes játékot, és tudjátok, hamarosan jön is a jumpscare, és a gonosz Garfield megjelenne itt előttünk, vagy valami. De ő akkor a jó Garfield. Hát jól szana széthagytátok a játékokat, mit ne mondjak. Összesen, ahogy látjátok a bal felső sarokban, 10 játékot kell a helyére tennünk, aha. Itt is van egy ám az ágy alatt, jó. És most már akkor csupán 5 darab van hátra. De kajakra te mégis mit nézel, főnök? Várjatok már! A CD-t, amelyet találtam, még a játékunk elején az udvaron, azt most be tudtam ide helyezni. Ráadásul el is tudom indítani. Hát egyre misztikusabb ez a játék, és ki tudja, hogy mégis mik fognak még kiderülni nekünk itt. Hát először behelyeztem, utána pedig rámentem arra, hogy lejátszás, de ahogy látom, nem történik semmi. Eléggé gyanús ez. Lehetséges, hogy most jóval előre haladtam véletlenül, és majd a játékunk folytatásában lesz ez nagyon is lényeges. Milyen kis aranyos ez az oktopusz. De hát én őt is ide rakom a helyére, és akkor most már csupán 3 játékunk van hátra. Annyira tartok amúgy attól, hogy a legeslegutolsót nem fogom észrevenni, és akkor majd azzal is fogok szívni egy csomót. De hát bízunk a legjobbakban, meg abban, hogy nem fog ilyen történni, jó. Megvan nekünk ez a kis zöld dínónk is, és majd ezt a kulcsot, ami itt van, fel fogom tudni venni. Vagy talán ez csak ilyen dísz, de hát díszhez képest eléggé sajátos. Na de hol van az utolsó játék? Ez az, ugye? Jó, meg is van, és csupán 4 perc telt el a lezenyánkból. Nagyon remélem, hogy ez nem real time, tudjátok. És kajakra nem 2 óráig fog tartani ennek a játékunknak a végigvitele. Aha, az udvaron
a kutya ásott egy kis gödröt, és nekünk pedig meg kell nézni, hogy mégis hogyan néz ki, meg gondolom be kéne temetnünk, mivel a garázsban van egy ásó. De nem enged kimenni, ugyanis azt mondja, hogy fejezzük be a házi munkáinkat. Hát ne csicskáztass már minket, Garfield! Mi lenne akkor, hogyha te befejeznéd, én pedig megnézném, hogy mégis mit művelt a kutya? Hát de milyen házi munkát fejezzek be? Ott az a küldetésünk. Jó! Hogy most a garázsba kéne menni az ásóért, de ahhoz kéne nekünk egy kulcs. Annyira éreztem, hogy ennek a kulcsnak még lesz valami jelentősége, de a folyosónk az miért nagyobbodott meg? És most miért enged a játék, hogy ugorjak? Eddig nem ugorhattam. Meg mi volt az előbb az a látomás, amikor is minden felgyulladt? Jaj, de jó! Nem akarom én ezt. De hát én ugrok. Jó. És ez miért lett jó nekünk? Aha, hogyha hosszan nyomom a space-t, akkor nagyobbat ugrok, de én most sajnálatos módon leestem. Nincs baj. Persze, hogy nincs baj. Csak a full sötétben ugrálunk random köveken, hát persze! Nagyon is úgy fest, hogy jön a rage rész. Jó, megvagyunk. De fú, bármelyik pillanatban leeshetünk, és akkor előről kell kezdenünk ezt az egészet, és tudjátok, majd visszafele is bizony. De most hogy estem le? Ne csináld már, szóval visszafele is végig kéne ugrálnunk ezeken a blokkokon, amelyekből semmit sem látok, de ennél átláthatatlanabban nem tudtátok volna megcsinálni, de tényleg. És most nekünk olyan messzire kéne átugranunk. Ugorjunk is akkor. Megvan! Léci, mondd azt, hogy ez a rész nem fog folytatódni. Jön is a kis hatalmas, hogy átvezetésünk. Mindenhol boldogság van, meg gyönyörű felhőcskék. Aha! És ott van a kulcs! Hát itt legalább már van akkor nekünk valami kis checkpointunk, nem? Hát telibe leestem ott, de van checkpointunk. Köszönöm, kedves játék! Jaj, de jó vagy! Ugrálgatunk itt a felhőkön. Semmi extra, csak a szokásos! De a felhőkön sokkal nehezebb fent maradni, mint amúgy az előző elemeken, hát rajta vagyok, mit esel le? Kajakra, ez a játék totálisan ki fogja készíteni az idegrendszeremet. Nyugi, 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 nyugi. Nincsen baj. Egyé válok a játékkal, és akkor bizony jó lesz ez, de nehogy leessél! Jó? Nagyon jó, megvan a kulcs! Fú, hogy én mennyit szívtam ezzel, srácok, nem akarjátok tudni! Na de most akkor már nálunk is van, és akkor ennek köszönhetően ki tudjuk nyitni a garást, ugye? Jó. És akkor hozzuk is az ásót. Majd pedig menjünk is ki az udvarra, és nézzük is meg, hogy mégis mit művelt a mi kis kutyánk, azaz, és tudjátok, mindjárt itt megtalálnánk egy holttestet, vagy valami. Aha, itt van egy labda, szuper. Hát ennyire kis vicces kedvében van, hogy mindent elásod konkrétan, itt pedig egy csont, oké. Okay. Miért érzem, hogy hamarosan valami nagyon durva, creepy cucc itt lesz? Itt van az újság, na de a hozzá legközelebbiben pedig... Mi? Hát de tesó! Ja, hogy azt mondja, hogy a lazánnyánk elégett. Mert itt nézem, hogy milyen égett lazánnyáról beszélsz. Hát egy kutyaholtest volt ott elásva. Nem értem ezt a játékot, és rettentően felkavaró. Most pedig már szeptember is van. Kérdezzük is, hogy mégis merre vagyunk. Hát az új otthonunkban, mivel leégett a mi házunk. De nem már, hát nem történt semmilyen a Garfield házzal, ugyanis annyira ikonikus,
hogy annak örökké meg kell maradnia. És nincs is már konyhánk, hanem itt van nekünk az udvaron a hűtőnk, meg a gáztűzhelyünk, vagy pedig most kezdünk becuccolni. De várjatok már! Hol van amúgy akkor Garfield? Lehetséges, hogy bent égett a házban és meghalt? Na de találtunk egy fogót. Most már csak azt kéne kitalálnunk, hogy annak segítségével... Mégis mit tudunk kezdeni és miért van nekünk itt egy fegyver? Hova költöztünk mi? Mert azt látom, hogy egy erdő közepére. Na de miért van nekünk itt fegyver? Aha, és be van nekünk deszkázva az összes ablak, ahogy látom. Jó, itt volt nekünk a fogó. Most ez a küldetésünk, hogy nézzünk szét. Jaj, de jó, hogy be tudunk ide menni. Hát de kajakra, mi történt Garfielddal? Jó, itt van nekünk egy kis nasink, fel is veszem, ugyanis az még jól fog jönni. Kajakra egyre jobban aggódok Garfieldért. Aha, ezt a ragasztószalagot is fel tudjuk venni. Rendes, amúgy jól van elkészítve ez a játék, és egy csomó mindennel lehet amúgy interaktálni, meg brutálisan összefüggnek ám itt a dolgok. Hát szerintem én mindent felvettem, amely ebben a házban volt. Na de, ki is nyitottam ezt az ajtót. Ez mégis kinek a helye? Hát a mi új otthonunk. Aha, mondja is! Senki sem fog ide visszajönni. Ez mit jelent? Miért csinálod ezt velem? Fú, kezdem félteni a karakterünket. Nehogy itt teljesen bekattanjunk. Na de ez itt mégis mi? Egy grillező? Vagy egy befedett kút? Vagy netalán valami atombunker lejáró? Én már bármit kinézek ebből. Na de most semmit sem mond nekünk a játék, hogy mégis mit kéne csinálnunk. Aha! De ide be tudok jönni, most akkor mi vagyunk Johnnal? Fúj! Mit csinálsz? Na ettől liba bőrös lettem. Az a fogunk? Vagy valami démoni cucc megszállt minket? Ja! Hogy ez a valami kivágta a mi nyelvünket? És most akkor a nyelvünk van ott a mosdókagylóban. De nem értem ugyanis Johnt. Mi láttuk. Johnból akkor több is van. Mi pedig akkor a jó John vagyunk. És a gonosz Johnt láttuk. Vagy mi ez az egész? És itt is ugyanúgy betört a tükör, mint az előző házban. Na de a véres fogót én fel is veszem. Ide az van nekünk írva, hogy én nem vagyok a mester. Na de most a kocsinkhoz kell menni. Hát reménykedjünk abban, hogy el fogunk innen húzni minél messzebbre. Már megijedtem, hogy ahogy kijövök, nem lesz itt a kocsink, de szerencsére itt lesz. Léci, ne ez legyen az új otthonunk. Most az a feladatunk, hogy vágjuk el a telefonvezetéket. Hát de hol vagyunk? Ez kinek az otthona? Eléggé nagy ez a ház. És hol van a telefonvezeték? Hát egyre jobban be vagyunk kattanva. Az ott szerintem áramvezeték. Na de, mivel errefele valamennyire legalább ki van világítva, jöjjünk is el akkor erre, és bízzunk abban, hogy valamelyik bizony a telefonvezeték lesz. Aha, errefele nem tudunk tovább haladni. Hát akkor ez egy rossz kor volt. Full biztonságos ez! Hát már mindenhol körbenéztem, és csupán most vettem észre, hogy bizony errefele kell jönni. A kövi küldetésünk az az, hogy a kutyát hallgattassuk el. Nem lehetséges amúgy, hogy ennek a kutyának a holttestét láttuk még nem olyan régen? És mennyire interaktív már? Ezt a snacket találtuk még a játékunk elején, és most ezt adtuk oda a kutyának. Na de most be is szállok a kocsiba. Ja, mert először azt hittem, hogy vissza kell mennünk a saját otthonunkba, de nem, hanem be kell mennünk a házba. De ez mégis kinek a háza? Most ezt vágnunk kéne ennyiből? Mert így nekem most hirtelen nincs meg. Na de itt nem égnek a villanyok,
De ennél a másik háznál pedig ég a lámpa, de errefele nem engedi a... De, most már enged a játék, hogy erre menjünk. Aha, csak eddig engedi, hogy menjünk. Szóval akkor nagy eséllyel ebbe a házba kell valahogy behatolnunk. De hát mindkettő ajtó zárva van. Van itt nekünk valami kis pince, vagy pedig egy harmadik ajtó? Hát persze, hogy van egy hátsó ajtó is. Mi volt ez a lövés hang? És kiderülne, hogy ez csupán egy rémálom volt. Na most én szépen elbújok ide a kis gardróbba, és úgy teszek, mintha nem hallottam volna semmit. Hát ez a legeslegjobb taktika, bízzátok csak ide. És ez a ház is már felgyulladt. Hát de John miért ijeszteget minket, amikor mi vagyunk Johnnal? Hát sajnálatos módon még most sem értem, de most miért zártak minket egy ketrecbe? És van nekünk kettő választásunk, hogy kiáltsunk, vagy pedig maradjunk csendbe, meg ki ez a kisrác? Mint hogyha hasonlítana ő is Johnra. Vagy ő akkor John? Már a harmadik változatban? Na de én arra megyek, hogy maradjunk csendben. És akkor nézzük is meg, hogy ennek a döntésünknek mégis milyen következménye lesz? Hát csótányok mászkálnak a kajámon! De én jövök is, és megölöm az összeset, ugyanis azt a pizzát nagy eséllyel mi még meg fogjuk enni. Hát annyira gyorsak! Na gyertek csak ide! Ugyanis bám! Szétcsapkodlak titeket! Ne! És kajakra megettük a pizzát! Ennek az üdítőnek vicces íze van. Most bedrogoztak minket. Hát de John van a ketrecen kívül is. Annyira, de annyira elborult ez a game. Errefele van nekünk valami lámpa. Mint hogyha most egy kicsikét közelebb haladtam volna felé. De hát olyan sötét van, hogy nem is látom, hogy pontosan merre megyek. Ez valami börtön lehet? Vagy hol vagyunk? Hát mindkét oldalon cellák vannak, de itt lesz a kijárat, és tudjátok, ismételten ide a mennybe kerülnénk. Nem már. Miért? Hát onnan következtettem, hogy nem olyan régen a felhőkön ugráltunk, és ezeket a szimbólumokat graffitiztük le. Hát minden mindennel összefügg itt, mégis mi ez a játék? És kiderülne, hogy ez csupán egy rémálom volt. De mi lett Garfielddal? Én nagyon szeretném, hogy lustálkodjon és nyomassa a kis lazanyáját. De már megint itt vagyunk a ketrecben. De most már legalább van előttünk egy kis tévé, és nem fogunk annyira unatkozni. Kaptunk kaját. Hát csak kéne ennünk, fogyasszuk el ezt a hotdogot. Nyomatja is a karakterünk, hogy már nagyon éhes volt. Itt pedig már egy kérdőívünk van. És azt kérdezi tőlünk, hogy láttuk-e ezeket a szimbólumokat? Hát láttuk, de tudunk olyat is választani, hogy nem válaszolunk meg olyat is, hogy nem láttuk őket. Én arra megyek, hogy nem válaszolok. És tudjátok, emiatt halnánk meg. És most vissza is jöttünk ebbe a másik dimenzióba, a tévé elé. Hát nagyon figyeljünk, hát ha ki fog derülni ebből a meséből bármi is, ami a hasznunkra lesz. Bár kötve hiszem, szerintem pár másodperc múlva vége lesz, és hamarosan egy újabb dimenzióba fog átrakni minket. Vagy nagyon tévedek? Itt azt néztem ugye a rácsnál, hogy az ott full úgy nézett ki, minthogyha egy kulcs lett volna Garfield! Szevasz bajnok! Nem haltál meg? Nagyon sajnálom, hogy az én mesterem itt tart téged lent, és most kiszabadít ő minket? Hát kiderül a végén, hogy te jó fej vagy. Most pedig fussunk fel az emeletre, és menjünk is ki a házból. Ne ezen a lépcsőn keresztül menjünk, hanem bizony a másik lépcsőn keresztül. Hát de itt pedig már egy másik Garfield van. Libabőrös vagyok már megint. Mi? A tűzzel fogunk játszani? Jaj, de jól hangzik! Hatalmas a célba lövések vannak itt! Jó? Most vajon megvan adva, hogy mennyi tűzgolyót lőhetek?
vagy korlátlant? Csak vagány lenne, minél kevesebből eltalálni a célpontokat? Na! Hogy találjam már el? Jó, köszönöm. Én szétszpevelem, nem foglalkozok semmivel. Minél több lövés, annál nagyobb esély van a találatra. Hát jó nagy feladatokat adnak itt nekünk, valljuk be, de már meg is van a 20, 138 lövésből. Hát túltoltuk, na! Mi? Lesz itt egy labirintus, és majd most a labirintusból kell kitalálnunk. Miért szivatsz engem, te drága játék, de tényleg? És merre fele kell mennem? A torony fele? De miért maradt nálunk? Aha, annyira éreztem, hogy ez lesz. Hát persze, hogy ezért. Ugyanis a labirintusban folyamatosan jöhettek szörnyek elénk. És bizony, be kell őket darálni, de ezek ilyen Garfield szörnyek. Mi a fene? De tényleg, de nem már, hogy hátba támad. De most akkor legalább tudjuk, hogy arrafele nem a jó irány van nekünk. Na de, hogyha nem arrafele kell menni, akkor mégis merrefele kéne mondjuk erre? Hát bízunk abba, hogy most nem ugyanarra megyek, mint az előbb, és már megint bedaráltak. Jaj, de jó! Itt pedig nincsen zsákutca, szóval haladjunk is tovább. De errefele pedig már zsákutca van. Folyamatosan olyan érzetem van amúgy, hogy itt már mi bizony jártunk. És az a baj, hogy bőven benne van, hogy ténylegesen jártunk. Fú, azért kellett ide reflex. De hát most is zsákutcába érkeztünk. El fog fogyni a türelmem. De úgy igazán. Jó! Meg vagyunk, nehogy most halljunk meg! Nem haltam meg, ugye? Jó, 15 perce szenvedek kb. Ezzel. És nagy nehezen végre megtaláltuk a labirintusunknak a végét. Aha. Na várjatok csak. Itt fel tudom kapcsolni a villanyt. De miért sír? Ja, most nézem, hogy ezek ilyen életreket lazánják voltak. Hát meg tudnám őt ölni. Vajon megöljem? Hát, végeztem vele, ezt akart a játék. De mi? Most akkor ő John volt? Valami másik testben? Mi ez a játék? De tényleg, ennél betegebb már egyszerűen nem is lehetne. Annyira összevisszaság ez az egész. Vajon a készítők mennyi tudatmódosítószert fogyaszthattak? Amikor is készítették ezt a gémet, itt is vagyunk már ismételten a lakásunkban, amely egy másik dimenzióban már felgyulladt, Garfield még mindig életben van. Aha, be tudom kapcsolni a tévét, hát gyanús is volt. Hogy bizony? Azt a tévét nézem, amely nincs is bekapcsolva, most pedig a garázshoz kéne mennünk, és megkeresni Garfieldnak a mesterét. Na de mégis, merrefele már megint kéne keresnünk egy kulcsot? És folytatódik tovább itt a hatalmas nagy rejtély. Kajakra kezd már lefárasztani. Kedves Garfield, nem segítene? Vagy várjatok csak? Ott az ágyamnál volt valami kis cucc. Nem lehetséges, hogy errefele kell lemennünk? Vagy ez csak itt a matracunk? Vagy valami, hogy bizony, nehogy leessünk az ágyról a földre, hanem puhára essünk, hogyha forgolódunk éjszaka? Aha. Hát errefele sem tudunk menni. De nem már, hogy már megint elakadunk, de itt pedig a naptárunk már teljesen normális. Vajon itt a rajzfilmünk fog segíteni nekünk? Kötve hiszem, szerintem annak nincsen semmi köze hozzá, de miért tudom ezt a széket magammal hozni? Így véletlenül felemeltem. Van nekünk valamerre egy padlás feljárunk, vagy mizu? Hát figyeljetek, én addig fogok próbálkozni, ameddig nem lesz valami. Ide tudtam helyezni ezt a széket, aha. És itt van nekünk a hűtő tetején ez a kulcs. Ez lesz a garázs ajtónk? Hát persze, hogy ez lesz. És már megint itt vannak ezek a szimbólumok, de most ráadásul nem engedte nekünk lefesteni egyiket sem, de hogyha rámentem a könyvre, akkor ide teleportáltunk. És mindjárt kiderülne, hogy valami brutálisan durva szektál az egész mögött. És most
nekik vagyunk a székhelyén. Most vajon jó fele megyek? Te mégis ki vagy? Meg miért nézed a holdat? Liba bőrös vagyok már megint. De itt van valami kis cucc. Ezt ki is nyitom, és ide helyeztem a relikviát. Hát de a relikviát, én azt már egyszer a sütőnk segítségével szétégettem, nem? Akkor mégis hogy kerül ide? Jaj! Felidegesít, hogyha bizony valamit ilyen szinten nem vágok. Most lekötötték a szemünket, és nyomatják nekünk itt tartalmast nagy bölcsességeket, hogy találjuk meg bizony a szabadságunkat a sötétben. És tudjátok, mindjárt el is lennénk temetve, meg minden. Mit csinálsz? Egyiptomi kincsek? Hogy kerültünk egy múzeumba? A kulcsok jók voltak oda, ahova mondtad. Az őr hamarosan vissza fog jönni. Nekünk pedig ki kéne valamit nyitni. Ja, itt van nekünk a relikvia. Szóval, ezt fogjuk ellopni innen a múzeumból, vagy Mizu? Vagy nem ez kell most nekünk? Ha nem ez kell, akkor mégis mi? Ja, aha, itt tudom kinyitni. Ugyanis ide jó nekünk a kulcsunk. Be is lopjuk, és akkor most lépjünk is le a múzeumból, miután ilyen hatalmas nagy bűncselekményt követtünk el. Na, ez már vajon a játékunk vége lesz? Az a baj, hogy nekem már nincsenek olyan leányálmaim, hogy bizony ennek a játékunknak a lezárásának lesz bármi értelme. És majd tudjátok, így megvilágosodunk, hogy azt erre nem is gondoltunk volna. Na de már megint ide kerültünk, és megyünk fel az égbe, hát persze. Ennyire beteg játékkal amúgy régóta nem játszottunk. De hát már igazán kellett ide a csatornára, csak az a baj ezekkel, hogy tényleg annyira lefárasztanak engem, de annyira, hogy a szavakban ki se tudom fejezni, és most pedig már április van, de miért ugrálunk így az időben? Én tényleg most nem értem ennek a játéknak az üzenetét, meg a lényegét. De gondolom, hogy velem van a baj. És én nem tudom értelmezni, meg most milyen kisgyermek sírt? Mégis mit tettél? Most megöltünk egy gyermeket? Hát de kinek a gyerekét? De várjatok, mert a játékunk elején akkor a bekattant Johnt láttuk. A gyilkosság után. Ugyanis lehetséges, hogy most ilyen visszatekintések vannak, és folyamatosan az időben ugrálunk. És ezért ennyire össze-vissza. És most, hogy láttuk ezeket a látomásokat, vissza is kerülünk ám ide a házba. És itt van John. Mégis mi van a garázsban, kérdezi Garfield. Mégis a mesterem mit rejteget előlem? Na mit rejteget? Most vissza kéne ide jönni? Hát a múzeumból ellopta azt a relikviát. Full normális ez. Csak nehogy az legyen a vége, hogy a Garfield meghal. Hát de ha oda megyek, akkor a Garfield letámad, hogy mégis mit rejtegetnek itt a garázsban. De itt a garázsban pedig nem tudok semmivel sem interaktálni. És nagy eséllyel akkor ki sem tudok menni. Hát akkor mit csinálja a kedves játékpár? Megint elkezde szivatni engem? Kajakra egyre jobban kezd fogyni a türelme, oké? Vagy lehetséges, hogy itt kéne maradni, addig, ameddig a Garfield-a nem lesz valami? Hát már a feje nagyon is lángol. Oké? Most itt maradtam, és visszadobott ide a garázsba. Már vagy ötször körbe mentem itt a garázsban, és semmit sem találtam. De ez már szerintem a játékunknak a vége lehet, ne haragudjatok, de én nem fogom tovább keresgélni, ugyanis már tényleg ki van ettől az idegrendszerem, és nagy eséllyel, csupán annyi lehet majd, hogy köszönjük szépen, hogy végigvitted a játékot, meg ilyenek, de ennyi is lett volna ez a videónk, én remélem, hogy bejött nektek ez az egész végigjátszás. Hát az biztos, hogy eléggé fura game volt ez, de nekem rettentően tetszett, hogyha nektek is, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ott van minden lent a leírásban, én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!